elképesztő végjáték volt, amikor a 11-es kimaradt, akkor itt álltál a cserére készen, aztán beálltál, és gyakorlatilag az első labdaérintésből kiegyenlítettél. Micsoda fantasztikus tett volt ez, hogy érzed? Igen, itt állt a pont a cserepadnál, de a két beállékartam, és sajnos a 10 kimaradt, de örültem nagyon neki, hogy az egy pontot azért meg tudtuk menteni a végén. Ez most akkor egy nagy mentés, és kevésbé keserű a kisvárdaiak szája, hiszen a negyedik sorozatban döntetlen után? Igen, mindenképp egyébként ez egy mentésnek számít, igen. Gondolom egész meccsen a meccsen kezünkben volt, hát ez ennyire jutott sajnos. A második félben megvoltak a helyzetek is, és valahogy nem megy mostanában a három pont megszerzése a csapatnak. Mi a probléma, miért fékezett be egy kicsit a csapat? Igen, a csapat kompakt, úgy érzem, védekezésben jók vagyunk, előrefele valami nem stimmel. Vannak helyzeteink sajnos, de nem tudjuk őket góra váltani. Hát Isten, most az egész sikerült egy... Ricsi, köszönjük szépen, gratulálunk a gólodhoz, és Szakály Péter is érkezik azonnal. Peti, gratulálunk a gólodhoz, köszönöm. Azért minden tapasztalat és rutin benne volt abban a mozdulatban. Hogyan emlékszel vissza? Igen, hál' Istennek jó pozícióba kerültem, a srácok elvitték az embert, volt beinduló, ezáltal meg tudtam csinálni befele a cselt, és takarásból sikerült jól eltállam a lövést, ami viszont bosszantó az, hogy tényleg a hajrában megszerezzük a vezetést, és két buta hibát csinálunk. Hát az egyik a 11-es, a másik meg a kapott gól a 91. percben. Egyszerűen ez van hétről hétre, tehát a koncentráció, nem tudom, tehát ezt most már nem lehet a koronára fogni, nem lehet arra fogni, hogy nem tudunk készülni folyamatosan hétről hétre. Ez apró pici nüanszok, egyéni felelősség, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. A 85. percig úgy tűnhetett, hogy egy pontot azért megszereztek valahogy, most ezek után vesztettetek kettőt? Nyilván a mérkőzés összképét nézzük, akkor azt mondom, hogy igazságosabb a döntetlen, mint az, hogy megnyertük volna. Jobban játszott a hazai csapat. De hát tudjuk, hogy a Kisvárda azért itthon félelmetes, mi meg idegenben nem sziporkázunk, finoman fogalmazva. Nyilván mondom, bosszusak vagyunk, mert az utolsó 5-6 percben nálunk van az előny, és nem tudjuk megtartani. Köszönjük szépen! Köszönöm!